Körülbelül egy hónapos kis fekete gólya kiesett a fészekből, és a fészek alatt találták meg törött lábszárcsonttal. Súlyos combtöréssel szállították ezt a fekete gólya fiókát a Sokorói Vadmadár Kórházba. A kismadár valahol Somogy vármegyében esett ki egy közel 15 méter magasan lévő fészekből. Ám szerencséje volt, mert hamar rátaláltak, és eljutatták Sokoróra a Vadmadár Kórházba. A beérkezése után kapott infúziót, majd amikor az állapota stabilizálódott, Berkényi Tamás állatorvos megműtötte. Annyit tudunk, hogy ahogy kiesett a fészekből, eltörött a lába, tehát magától az eséstől. Ez egy nyílt törés volt, a lábszárcsontnak az egyszerű úgynevezett nyílt törés, ami azt jelenti, hogy középen tört ketté, és maga a csont át is szakította a bőrét, tehát ez egy vérzősebb volt, ezért egy azonnali úgynevezett sürgősségi csontműtéttel kellett egyesítenünk a csontokat. A kis fekete gólyafióka a műtét után gyorsan felébredt, majd rövid idő múlva lábra is állt. Most közel 6 hetet várnia kell a csontok összeforrására. Ez egy külső rögzítése történt a csontoknak az egyesítése, aminek körülbelül 2 hónapig bent kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 2 hónapig biztosan a Vadmadár Kórházban lesz a madár, illetve hát meglátjuk utána, hogyan fog gyógyulni. 2 hónap, ugye ez valahol ott a nyár vége felé lesz már, ott meglátjuk, hogy milyen állapotban, milyen kondícióban lesz, hogy sor kerülhet a szabadon engedésére annak tudatában, hogy ez egy vándormadár, vagy hosszabb időre itt marad a Vadmadár Kórházban. Ha minden rendben lesz, akkor a kis fekete gólya az őszi vonuló csapatokhoz csatlakozhat, és útra is kelhet Afrikába. Magyarországon 2000-ben 250 pár fekete gólya költött, az ember lakta területektől távol, a Hanságban, az Őrségben és a Sziget közben, a felső Tisza vidékén, folyókat kísérő erdőkben. A Sokorói Vadmadár Kórház 28 évében ez volt az első fekete gólya fióka, amelyet megműtöttek.